Fényképezőgép két rendőrmotor felé fordítva a szekszárdi garai téren. Néhány méterrel arrébb rendőrök, rendőrautók és egyre gyülekező helyiek. Júliusban készültek ezek a felvételek, akkor, amikor a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai az úgynevezett Day and Night Challenge kihívást teljesítették. A kihívást az országos rendőrfőkapitányság hirdette meg, és az összes megyei főkapitányság teljesítette. A lényeg az volt, hogy a rendőrök videókon keresztül mutassák be a lakhelyük egy szép pontját, napközben és éjszaka készült felvételekkel, hogy így népszerűsítsék a belföldi turizmust. Ez pedig már a kész videó, amit a Facebookon szavazók az ország legjobbjává választottak. A felvétel több szempontból különleges. Egyrészt, mert a benne szereplő Nagy Ferenc a legrégebb óta, 36 éve Tolna megyében közterületen szolgáló rendőr, de egyedi a videó attól is, hogy azon sok szekszárdi is megjelenik boros pohárral a kezében a rendőrök mellett. Szerettük volna már a kisfilmben is azt sugallni, hogy az emberi összefogás, az emberek együttes megjelenése nagyon fontos, hiszen a rendőrség nem csak azért van, hogy az állampolgárokat, hogy azt nagyon sokan gondolják, gyorshajtás miatt és egyéb szabályszegések miatt büntesse, hanem azért is, hogy igenis együtt tudnak dolgozni, együtt tudnak működni, és el tudnak készíteni közösen egy kisfilmet, ami meg is történt. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság videója hatalmas előnnyel nyerte meg a Facebookon meghirdetett országos szavazást. Kimagaslóan a legtöbb szavazatot kaptuk, körülbelül 1600 szavazat volt országos szinten a Facebook oldalon, amelynek több mint kétharmadát a Tolna megyei rendőrfőkapitányság kisfilmje kapta meg. Úgyhogy nagy örömünkre szolgál az, hogy a megye lakosainak, illetve azoknak az országban élő állampolgároknak a segítségével sikerült ezt az elismerést megszerezzük. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai hamarosan oklevelet vehetnek át a nyertes videójukért.